Idősebb országének hívnak, jelenleg nyugdíjas vagyok, a labdarúgásban töltöttem el több mint 50 évet. 1945-ben születtem, labdarúgással 1959-ben ismerkedtem meg édesapám révén, aki szintén futballista volt, sőt kapusként játszott a Győri Dacba, a Fehérvári Arabba, illetve az Zalaegerszegi TE-be. Én Nagykanizsán kezdtem a játékot, 1963-ban bekerültem a Magyar Ifjúsági Válogatottba, aztán Pécsre kerültem a Pécsi Dózsához, ahol eltöltöttem 4 évet, közben ifjúsági és ifjúsági és utánpótlás válogatott voltam. 1967-ben megműsültem, Nagykanizsáról műsültem, és akkor én a Nagykanizsai Olajbányászhoz visszatértem, ahol szenzációs éveket töltöttünk el, fölkerültünk az NB1B-be, ragyogó csapatunk volt, és az 1980-ban fejeztem be a játékot, azután az edzőségre adtam én is a fejem, mint ugye többen. Kapus edzőként dolgoztam, és nagyon jó ifjúsági csapataim is voltak. Tehát tulajdonképpen az én életem a labdarúgásban zajlott le, ez tartott egészen 2000-ig, akkor megszűnt az olajbányász, és utána alkottunk egy olyat, ami egy életre szól, megalakítottam a Nagykanizsai Utánpótlás Labdarúgó Egyesületet, amit 7 évig vezettünk a kollégáimmal, szenzációs játékosokat sikerült nekünk ugyebár kinevelni, de ami még nagyon fontos, hogy a fiam, ifjabb Haszán Géza, szintén kapus lett, sőt, hát túlszárnyalt engem, meg a nagyapját is, hiszen 5-szörös magyar válogatott, illetve 400 meccse volt az NB-be, most jelenleg Egerszegen játszik a Géza. Na hát ez ugye tartott egészen nekem 2010-ig. Tehát 2010-ben összevonások folytán ugye megszűnt a pozícióm, és azóta nyugdíjas vagyok. Hát a kapus játék, a labdarúgás legfontosabb ráncszeme. Vigy egy jó kapust. Így kezdik a labdarúgásba foglalkozó edzők, illetve ugye szakvezetők. Ez egy nagyon nehéz poszt, nagyon nehéz, de csodálatos, tehát nagyszerű. Ehhez azért különadottságok kellenek. Azon kívül, hogy gyorsnak kell lenni, szemfülesnek, jószeműnek, bátornak, határozottnak, annyi mindent mondok. Ez mellett rendkívül jó mentális adottságok kellenek, mert is azt mondják, hogy a kapus minden gólnál meghal egy kicsit. És valóban ebben is van valami, mert nem jó gólt kapni, és egy nagyon rossz érzés. És ugye ez a játék, ez állandóan változott, a kapus játékot állandóan változtatták a labdarúgás folyamán, mindig szigorítottak. Most már ugye nem lehet lépni a labdával, nem lehet megfogni hazadást, mint amit lehetett ezelőtt 20 éve, tehát változik. Most ezt ugye átélni és alkalmazkodni hozzá nem egy egyszerű dolog. Na most a felelősség. Az egy nagyon jó érzés, hogy úgy mentem ki, hogy rajtam valóban sok múlik, de nem minden, mert nem minden, de a legtöbb. Mezőnyjátékosok a mezőnybe eladhatják a labdát, rosszul passzolhatnak 5-6-szor, vagy az egyszer nem rúgják be, a kapus nem hibázhat. Tehát ez a felelősség érzet, ez egy nagyon-nagyon jó dolog, de rendkívüli emberpróbáló. Tehát a kapus, én legalábbis meg, tehát én úgy tudom, hogy a legtöbb barátom is úgy volt, hogy a mérkőzéseken nagyon elfáradtunk. Tehát nem fizikálisan, hanem szellemileg, rettenetesen fárasztó, állandó koncentráció. Gondoljunk arra, hányszor cserél a mérkőzésen gazdát a labda? Nálunk van, elvették figyelni, reagálni, védekezést, ugye megindítani, irányítani, vagy ha támadunk, akkor igen, előre, hogyan, merre, miként. Hát ez mind a kapus feladata. Tehát rendkívül sokrétű. Na most én amikor még aktív játékos voltam, akkor 1980-ban hagytam abba a játékot, NB1-be is játszottam, NB1-be, magyar ifjúsági válogatottam, most aztán utánpótlás is. A válogatott sajnos nem tudtam lenni, mert abban az időben Szent Mihályék voltak, szenzációs jó kapusok voltak. Tehát a kapus
játéka, azt mondtam, meg én nekem ez a veszőparipám, hogy a kapus az egy külön csapat a labdarúgásban. Tehát másképp kell velük foglalkozni. Azért 80 körül indult be itt nálunk is a kapus edzőképzés. Az előtt nem is volt. Látunk a kapuba, rúgdostunk egymásnak, stb. És akkor 80-ban indult el egy olyan, hogy hoppá, a kapusokat külön kell képezni. És akkor én mindjárt is indultam ezen az edzői pályán, a kapus képzésbe. Egészen a mezei iskoláig jutottunk el. A licencet mit csináltuk a kapus képzésnél, tehát egészen jól ment ez a dolog. A másik meg, én azt mondom, hogy a kapus, a labdarúgó csapat értelmisége. Az első komolyabb sikerem nekem akkor volt, amikor Zala megyei ifi válogatottal följöttünk egy ilyen 8-as tornára, Tatára, ahol megjelentek a Kapocsi Sanyi bácsi, a Sebezsúszki bácsi, a régi edzők, és egy ilyen triál volt, tehát válogatták a játékosokat. És akkor én nagykanizsai léptem rá, így megelőztem a pesti kapusokat, mert az az időszak az olyan volt, hogy a pestiek elsőséget élveztek. Most egy kicsit fordult, mert a vidékieknek is van annyi esélyük, sőt van, amiben még több esélyük van, mint a fővárosieknek. Tehát az szenzációs volt, amikor bekerültem a magyar ifi válogatottba, és az első mérkőzésünket Tatabányán játszottuk, a Szovjetunió ellen, akkor Szovjetunió volt, és nyertünk 2-0, és akkor a újság írta Glaszák, nagyszerű benyomást tett, jószerű, ruganyos, kiváló, tehetséges kapus. Aztán játszottunk Jugoszláviával, szintén nyertünk, és akkor 64-ben, ez 63-ban volt, és akkor 64-ben kijutottunk a UEFA tornára Hollandiába, ahol egész jó szerepeltünk, és ott is spanyolok ellen, belgák ellen védtem, és jól ment a védés. Aztán Pécsi Dózsánál, ott már nem sikerültek úgy a dolgaim az NB1-es csapatnál, csak néhány meccsen tudtam játszani, mert olyan jó kapus volt, mint a Rapp Imre, aki egy fenomén volt Magyarországon, az időben megelőzte a többieket. Nagyszerű adottságú, profi mentalitással védett, nem engedett senkit a közelbe. Ilyen is voltam az ember életében, és azt nekem el kellett viselni, tehát az nem volt annyira jó időszak, és akkor Nagykanizsára kerültem, akkor házasodtam meg, és ez volt 67-ben, és utána a Nagykanizsán voltak nekünk nagyon nagy sikereink. Tehát a Nagykanizsa az előtt nem volt a futballtérképen, de mi akkor megnyertük az NB2-es bajnokságot is, felkerültük az NB1B-be. Most az az NB1B az rendkívül erős volt, színvonalas bajnokság volt, és ott éveken át nagyszerű teljesítményt nyújtottunk, abban én is benne voltam, tehát abban nekem részem volt, egészen 80-ig, amíg befejeztem a pályafutásomat. Nagykanizsán azt mondják, hogy nem volt kapus, hát így. Egyszer kérdezték tőlem, hogy szerintem, hát lehet, hogy volt, de én sem láttam, de ez a vicc része. Tehát ott nagy sikereink voltak valóban, az hétről hétre, 6-8 ezer emberrel a nagykanizsai pályán kint volt a mérkőzésen, szórakoztattuk a népet, a dolgozókat, akik hétfőn boldogan mentek, vagy kicsit szomorúan a munkahelyükre. Azért ez változott. Tehát azért mindenhol változott, nincs annyi néző. Tehát nekünk abban az időben jobb volt futballozni, mint a mostaniaknak, mert sokkal és sokkal több néző volt. Hát nálunk ugyanúgy megy szinte, mint amikor ugye dolgoztam. Internetezek, labdarúgást, minden vonalon, újságban, szakkönyvekben, a kapusképzés különösen figyelem, hiszen a fiam még ugye aktív, tanácsokat is kért, bár saját stílusában. Én hagyom. Tehát tulajdonképpen nekem a labdarúgást tölti ki ma is a mindennapjaimat, az mellett igyekszem sportolgatni, úszom, szomnázok, igyekszem fitten tartani magam, 68 éves vagyok, úgyhogy így telnek a napok, unokázok, a fiam Zenegerszegen élnek, a lányom még Nagykanizsán,
Van egy 12 éves unokám a lányomiknál, ő vízilabdás lesz, mégoda egészen ügyes, jó úszik, tehetséges, jól lát a pályán, jó szeme van. A labdarúgás nem érdekelte. Tehát nem tudtam, nem, levittem a pályára edzésre, láttam, hogy nem. Vízilabdát viszont nagyszerűen csinálja, jó tanul, úgyhogy labdarúgás egyelőre a családba, a fiam lesz az utolsó, hogy néz ki. Még, de hát ez már a harmadik generáció, a Géza, a fiam. Na most ővele ugye úgy kezdtük, hogy látott engem védeni, és akkor őnek is láttam benne, hogy ugye van benne fantázia, és szorgalmas volt, jó tanult is, értelmes volt, ami döntő minden játékosnál, mezőnyjátékosnál, kapusnál, és én mindig azt néztem, rengeteg jó képességű alanyom volt, hogy mindig az értelmi képességei annyira befolyásoló. Na most a Géza nagyszerű volt ilyen téren, és rövidesen el is került Nagykanizsáról Zalaegerszegre, NB1-be, azok Egerszegről följött az MTK-hoz, az MTK-ból pedig átment Újpestre. Újpesten volt 4 gyönyörű éve. A Mateusz idejében lett válogatott, 5-ször szerepelt a válogatottba. Az Újpesten nagyszerű sikereik voltak. Második, harmadik hely. Pekkesebb voltak 2-szer is, mert az utolsó fordulóban bukták el a bajnoki címet. És akkor kiment Ciprusra. Cipruson volt gyönyörű szép másfél éve, Ayen Limassolnak a kapusa volt. De aztán pénzprobléma miatt haza jöttek a családdal, ott született kint a legkisebb unokám, a Ládám. És ami még nekem életre szóló, amikor Németországban voltak 9 év ezelőtt a válogatott, a király védett, a Géza volt a tartalék, és ez egy vasárnap délután volt, nyertünk 2-0-ra, németeket 2-0-ra, vettünk a Torgelle 2 góljával, emlékezetes. És azon a délelőttön született még a leány unokám Pesten, Liliana. Úgyhogy háromszoros nagypapa vagyok, van egy kardiogó fiam, aki futballista, még mindig 40 évesen is véd, edző pályára készül, ami nem könnyű, manapság meg soha nem volt könnyű. A lányom gyógytestnevelő középiskolába tanít, úgyhogy tulajdonképpen így élem a nyugdíjas életet.